Sziasztok! Lovastáborban vagyok Rékával ezen a héten, úgyhogy a csütörtök pénteki napról megpróbálok egy kis összefoglaló vlogot csinálni. Ott vannak a lovak, ott van Szüri, éppen eszeget, de már is megmutatom a lócsapatot. Kamilla, vagy hogy áll rajtad ez a lécsallang? Gyere ide, még hadd igazítsam meg, azt ott fönt. Hát ez a köszönet. Szia, Miguel! Hello! Hi, szia! A délelőtti órán egy ügyességi pályát mentünk, aminek itt láthatjátok az elemeit, de már is mutatok belőle részleteket. A little drunk, but I'm alright, 'cause I've been hanging with you, and it feels like love. Tell me if I'm wrong, 'cause it feels like love. Yeah, it feels like love. Come on, come on, come on, come on. Most ebédeltünk, pihentünk, és a délutáni órán pedig Rékával egymást fogjuk oktatni, úgyhogy hát kíváncsi leszek, remélem nem szivatjuk be nagyon nehéz feladatokkal egymást, de szerintem azért egyikünknek se lesz könnyű dolga, úgyhogy drukkoljatok! Fürdetés után Szüri első dolga, pedig olyan gyönyörű tiszta lett. Na, hogy a... Jaj! Édesem. Jó reggelt! Egy kicsit még nagyon reggel van, meg valahogy előjött egy nem létező allergiám, és azért van ilyen orrhangom, mert be van dugulva teljesen az orrom. Mindenesetre már megreggeliztünk, és most fogunk indulni egy 2 órás terepre, úgyhogy megyek is, összeszedem Szürit, felnyergelem, és nagyon süt a nap. Szerintem baromi szuper lesz, és a tegnapi nap is elképesztően király volt. Gyere, babám! Gyere! Gyere, kincsem! Gyere, I think about you and I want you here with me. Am I out of my mind, or is this how it should be? You made me sing about love, so just tell me if I'm wrong, but it feels like love. Yeah, it feels like love. Yeah. Szia, édesem! Szia, hát nagyon ügyes voltál egész héten. Hát nagyon ügyes voltál. Gyere, kapsz jutifalit. Gyere. Ide. Hogy van? Jól van. Túloldal. Gyere.
Úgy van. Ügyike. Lent. Ügyike. Jó legyél, babám. Most már a lovastábor utáni nap van, csak szerettem volna egy kis összegzést, lezárást, visszatekintést az elmúlt napokra. Elképesztően jól éreztük magunkat. Nagyon nagy mázlink volt, hogy kifogtuk ezt a kevésbé dögmeleget, szóval a max az a 28-29, esetleg 30 fok volt, nem a 38, mint ami mostanában ismét van. Szirire elképesztően büszke vagyok, nagyon-nagyon ügyes volt egész tábor alatt, szuperül ment az ügyességi pályán a terepen is, és emblok az egész csapat, a hangulat, a hely, minden tökéletes volt. Volt amúgy egy fotózásunk is, amiből mutatok pár képet. Már ezer éve szerettem volna ilyen jellegű fotókat Szirivel, és annyira boldog vagyok, hogy megvalósultak, hogy ezt el se tudom mondani, majd Instára kerülnek fel azért, még csak egyet osztottam meg. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a kis lovastáboros vlogon, remélem tetszett, hogyha szeretnétek még hasonló lovas videókat, akkor azt kommenteljétek, és hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt vagytok, legyetek jók, legközelebb találkozunk. Sziasztok!